Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés pedig az, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a válasz ezen a képen, és szintén a gondolatokra utal. Vagy azt jelenti, hogy ő sokat töpreng jelenleg valami felett, vagy azt is jelentheti, hogy nagyon sokat és gyakran gondol rád. A második kérdés, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ezen a képen látható az állandóság. Számára fontos a biztonság érzete, az anyagiakat illetően, a munkát illetően, de fontos a biztonság érzete a párkapcsolatban is. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ezt itt megtekintjük, és látható a képen, hogy itt lesz egy közeledés, egy találkozás, valami örömteli. Én még azt is hozzátenném, hogy egy romantikus este, vagy lehet ez művészet, egy kreatív tevékenység is. A kártya középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket, és ez a csokis kártya szintén az állandóságot jelenti, ugyanúgy, mint itt. Ez az ő kívánsága, hogy legyen meg ez a stabil párkapcsolat. De a munkahelyen is kell ez a stabilitás, és ügyel az anyagiakra is. Ez a kívánság, és ez a kívánság megvalósul, hiszen ez a kártya utal az állandóságra, ez fűz össze benneteket, tehát te segítesz ebben neki, vagy neked is szükséged van erre az állandóságra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!